egyelőre lehet, hogy ilyen szürreálisnak hangzik, holott ez egy egyáltalán nem dolog, nem történik. A nagy sikerre való tekintettel folytatódik a Bartók Kamara Színház irodalmi sorozata a Vendégségben. Az idei év első vendége Kis Tibi, a Queen B-Rock együttes egyik frontembere volt. A dunaújvárosi származású zenészt költőként is számon tartják. Mint mondta, szokatlan volt, hogy a színpadon most csupán beszélgetnie kellett. Számomra már az alapvetően egy kényelmetlen helyzet, amikor színpadon vagyok, és valóban mondjuk nincs gitár a kezembe, vagy mint azt szoktam meg, ha van valami színpad, meg van közönség, akkor ott van produkció van. Tehát úgy lépek én a színpadra, hogy én ott elővezetek valamit, amit sok dolgoztam sokat, meg sok gondolatom van benne, meg érzelem. Ez egy olyan helyzet, ami egyébként nagyon megdöbbentő, hogy mondjuk emberek kíváncsiak arra, hogy két ember beszélget egymással. Tehát számomra ez egy fura millió, de Nem éreztem magam, tehát inkább egy ilyen laza beszélgetés. Szóval is megtisztelő, hogy ezt emberek hallgatják és kíváncsiak a gondolatainkra. Nem volt cél, hogy belőled ilyen rendes ember legyen, vagy... Én a saját apámat idéztem egyébként, hogy 5 napig legyél rendes ember, és szombat-vasárnap azt csinálsz, amit akarsz. Az est házigazdája Hály János, József Attila díjas költő volt. Úgy beszéltem meg az igazgatónővel, Dobák Líviával, hogy ezt a 4 erre a fél évre szóló beszélgetést én vezetem. Közösen alakítottuk ki, hogy kivel fogunk beszélgetni, beleszámítva azt, hogy ki volt nem olyan régen Dunaújvárosban, tehát mindenfélét figyelembe vettünk, és természetesen azt is, hogy olyan emberekkel szerettem volna beszélgetni, akik fontos dolgokat mondanak a saját művészetükben a világról. A Vendégségben című sorozat havi rendszerességgel jelentkezik majd. Februárban Grecsó Krisztián író lesz a vendég. Az előadás ingyenesen tekinthető meg, de előzetes regisztrációhoz kötött.